Szép napot, Szatmárdi Nóra vagyok. Ez a júniusi tarójüzenet, méghozzá 5 lappal, és azért van ez a lap a hold fölfordítva, hiszen ezt már májusat megelőzően kihúztam május utolsó hetére, ami ugye valójában május 27-től június 2-áig szól, azaz ezt a honlapot már nem fogom újra kihúzni június 1-2-re, de itt van nekünk, szeret minket, megmutatja azt, hogy sok élénk fantáziában lehet részünk, örülhetünk azoknak a lehetőségeknek, amik feltárulnak előttünk, bár valószínűsítem, hogy nem ezen a héten fogjuk megváltani a világot, de ezzel sincsen egyébként semmiféle probléma, mert a hold segíti a gondolkodást, segít abban, hogy megértsünk bizonyos folyamatokat, és az sem baj, ha néhányan azt fogjátok érezni, hogy szeretnétek egy kicsit elmélyülni önnön magatokba, megérteni a lelketeket, miért reagáltok bizonyos dolgokra úgy, ahogy, és a holdlappal ezen a május 27-től június 2-áig szóló időintervallumban biztos, hogy jóval érzékenyebbek leszünk mindenre, akár társadalmi folyamatokra, szociális változásokra, gazdasági vagy éppen politikai jellegű folyamatokra. Nos, nézzük azt, hogy június valós első hete mit üzen nekünk 3-ától 9-ig tartóan, és hogy milyen lapot kapunk ide. Ez pedig a világ lapja. Alapvetően szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lap ide. Nem politikai kérdést szeretnék azzal elindítani, hogy ne felejtsük el, hogy jön a választás, és itt gyakorlatilag ugye a világlap azt mondom, hogy sokaknak fog örömmel szolgálni, tehát nyilván lesz egy csomó olyan ember, aki megtalálja az örömét a választásokban, és azt tudja majd mondani, hogy na, halleluja, jól csináltam a dolgomat, ügyes voltam, de higgyétek el, hogy még az is, aki esetleg nem találja meg a számítását. Lehet, hogy ő pedig azt fogja mondani, hogy nem baj, hogy így történt. Lehet, hogy így lesz könnyebb az életem. Egy biztos, függetlenítve abszolút a politikai vonaltól, mert hogy nem ez a lényeg itt legfőképpen a világlappal, azért igenis van egy boldogságérzetünk, az egyesülés lehetősége, munka, anyagiak, vagy például végre veszünk egy közös lakást valakivel, vagy befektetek valakivel közösen egy üzletbe, akkor ugye itt a világlap a boldogság, egyesülés, összetartozás, befejezés, lezárás folyamatát mutatja meg, hogy mindent meg tudunk csinálni, mindenben zseniálisan tudunk teljesíteni, a célokat el tudjuk érni, az eredmények megérkeznek, és tulajdonképpen nagyon szépen megmutatkozik ugye ebben az ovális formában a kör teljessége, készen vagyunk, jó helyen vagyunk, jó együtt lenni azokkal az emberekkel, akikkel épp aktuálisan időt töltünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világlap nem sarkal minket arra, hogy most még több tennivalót végezzünk el, sőt, sokkal te inkább azt mondja, hogy nyugi van, kicsit pihenjünk meg, és ahogy Isten megteremtette 7 nap alatt a világot, úgy mi is megdolgoztunk azért, hogy 6 nap munka után a 7-en megpihenjünk. Na ez az egész hét erről fog szólni, hogy egyszerűen minden olyan kis lazán, könnyen fog tudni haladni. Alapvetően, amit még ide tudnék gondolni, az a tökéletes és feltétel nélküli elköteleződés bármilyen szövetségben. Legyen az egy baráti, egy házastársi, egy üzleti szövetség. Ha kölcsönadsz valakinek ezen a héten, biztos, hogy vissza fogod kapni. Ha elhagysz egy kulcsot, vagy egy pénztárcát, biztos, hogy valaki megtalálja, és vissza fogja neked hozni. És mondhatom azt, hogy ezen a héten azért, amiért az elmúlt időszakban szorgalmasan és odaadóan dolgoztál, az meg fog érkezni, és a tiéd lesz a dicsőség. Úgyhogy mindenkinek azt tudom üzenni, hogy aki becsületesen, igazságosan, tisztességesen és elhivatottan dolgozott a céljaiért, az itt a célt nem csak hogy eléri, hanem megkapja az érte járó jutalmat is. Remélem mindenki érti. Na nézzük, hogy a második teljes júniusi hetünkre milyen lapot kapunk, ez pedig a mértéklap. Szerintem itt milyen nagyon érdekes, megint ez jut eszembe, és értsétek jól, legyetek szívesek, megint nem politikai kérdést csinálok ebből, de milyen nagyon érdekes, ugye, hogy hetek óta, és még ezen a június 3-tól 9-ig tartó időszakban is folyamatosan ugye nyilván ezt fogjuk kapni, hogy politikai hirdetések, kire szavazzunk, miért szavazzunk, és itt van a mértéklap, ugye a szavazási időszakot lezáróan jön a mértékletesség állapota, mindenki elcsitul,
eltűnnek a videók, eltűnnek a hirdetések, lekerülnek a hirdetőtáblák, mert az egész jelentőségét veszíti, hiszen lement az a folyamat, ami itt volt. Tehát ez a hetünk a szó nagyon klasszikus értelmében egy mértékletes, csendes, egyensúlyra és kiegyenlítődésre törekvő időszak, amikor tulajdonképpen nagyon könnyű táplálkozni, energiát fölvenni, formálódni, de nem gyorsan, hanem mértékletesen, és nyilván egy mértéklappal a befelé tekintés is egy nagyon fontos folyamat lesz. Kihívásunk lesz azzal a kapcsolatban, hogy megtaláljuk egyébként a mértéklapot, hogy tényleg azt tudjuk mondani, hogy igen, le tudunk ülni egy helybe, meg tudjuk valósítani a dolgainkat, létre tudunk bizonyos folyamatokat hozni, és de jó, hogy ilyen kis elcsendesült békés időszakunk van, mert ebből fel tudunk töltődni. Úgyhogy ezt a hetet tényleg szánd arra, hogy nyugalmad legyen, békéd legyen, örömöd legyen, és a feltöltődés lehetősége is megadatik számodra. Lassan járj, úgy pedig nagyon-nagyon messzire fogsz érni, és arra kérlek, hogy igenis, legyél példamutató, legyél te egy példa azzal kapcsolatban, hogy tudsz csendben maradni, békében lenni önmagaddal, elkerülni a vitákat, mert ha ugye néhány ember elindítja ezt a fajta elvet, higgyétek el, hogy nagyon sokan csatlakoznak akkor ehhez, és egyre többen leszünk békésen, nyugalomban, csendben, de közben fejlődünk belülről, hiszen a csend az egyik legnagyobb fejlődési folyamat lehetőségét kínálja mindannyiunk számára. Na nézzük a következő hét lapját, ez pedig a sorskerék, és ugye ez 17-től 23-áig szóló időintervallum. Nyilván egy sorskerék lappal nagyon szépen és nagyon örömtelien megmutatkozik az, hogy fantasztikus lehetőségek állnak előttünk. Mindenki úgy tekergeti a saját kis sorskerekét, ahogy akarja, hiszen ez a fordulatlapja, az új kezdet lehetősége, benne van a terjeszkedés, a kreativitás, az önmegvalósítás, sőt, még az áttörésnek is a témája. És hát ugye ne felejtsük, hogy a sorskerék az egy szerencsefordulat. Tehát a sorskerék azért nagyon ritkán tud rossz irányba fordulni, ahhoz tudatosan kell magának az egyénnek tenni, hogy teljesen tudatosan, nagyon rossz irányba fordíts, és nagyon rossz sebességgel tekerje ezt a szegény kis sorskereket, de amikor jól tekerődik ez a sorskerék, jó a ritmusa, jól halad előre, akkor a kibontakozás lehetősége van, a nagy lépés megtételének az ideje érkezik el, és a bátorság, a szabadon engedés lehetősége is itt van. Tehát aki ezen a héten kockázatot vállal, merész, bátor, elhivatott, és nem érdekli, hogy beleugrik a vaksötétbe, mert tudja, hogy a vaksötét végén ott van az alagút, és az alagút végén ott van a fény, és azt el lehet érni. Na ez a sorskeréklapja. Úgyhogy az igazán bátrak, az igazán nagy dolgokat júniusban 17-e és 23-a közötti időszakra teszik. Az utolsó lapunk erre a hónapra, az a torony lapja, ez pedig június 24-e és 30-a között. Itt ugye egy szerencsés zárásunk van, mert itt nem marad sem napunk egy következő hétre, sem pedig olyan helyzetünk, hogy mondjuk július itt már beköszön. Nem, itt tökéletesen zárunk egy vasárnapi 30-ával. A torony lapjával, ugye amikor és én ezt látom a saját klienseimet, ránéztek erre a lapra, azonnal a szívetekhez kaptok. Jaj, úristen, mit jelent? Baj lesz, probléma lesz, pedig nem igaz. Ugye maga az archetípus, az körülbelül annyi, hogy a megszabadulás. Megszabadulás a bajoktól, a nyűgöktől. Akkor is, hogyha az adott pillanatban ugye az egy fájdalom, az egy kellemetlenség, egy pusztítással jár együtt. Hiszen megszabadulni valamilyen nyűgtől, ahhoz rombolnunk kell. De azonnal mit fogunk érezni, ha megszabadulunk tudatosan egy nyűgtől? Hogy felszabadulunk, hogy megérkezik a valóság, hogy áttörünk az áttörhetetlen falon, hogy túléljük a túlélhetetlent, hogy ahol eddig korlátok voltak, azokat egy pöccintésre korlát nélkülivé tesszük. Ez a vég és a kezdet lapja, a drámai összeomlás, igen, ez látható a külsőségekben, de belül valójában az van,
hogy a stabil talaj, ami pillanatnyilag kicsúszik a lábunk alól, bármilyen tématerületen is, és ránk ereszkedik a sötét felhő, és adott esetben zuhog az eső, nyilván ezt szimbolikusan mondom, ott egyszer csak ugyanezzel a ritmussal ki fog sütni a nap. És azt mondom, hogy a téveszmék helyett ideje reálisan szemlélni a saját életünket, a saját lehetőségeinket, és azok, akik esetleg tényleg nagy gubancban vannak egy ideje, itt június utolsó hetében bizony-bizony szembe kell, hogy nézzenek a fájdalommal, és el kell, hogy engedjék azt, ami nekik azt a bizonyos fájdalmat okozta. Legyen az egy személy, vagy legyen az konkrétan egy tárgy, vagy egy élethelyzet. És ugye a toronylaphoz azért meg annyit, hadd mondjak el, hogy ugye a toronylap élményével eszmélünk rá arra, hogy magunkra maradtunk, hogy nincsenek segítőink, hogy ott hagytak minket a fenébe a gödörmén, és senki nem dob le kötelet, nem küld le létrát, nem küld egy markolót, amiben majd kényelmesen beleülök, és kiemel valaki a gödör szélére. Nem. Magunk maradunk a problémáinkkal, és magunknak is kell megoldani. És higgyétek el, én tapasztalatból tudom, saját tapasztalat is, de a saját klientúrámon is látom, hogy az, aki tényleg belekerül a gödör mélyére, onnan már nagyon gyorsan kijön. Amíg nem vagytok a gödör mélyén egy adott problémával kapcsolatban, addig valójában nem akarjátok megoldani, mert addig csak halogatás van, meg maszatolás van. De amikor a sors azt mondja, hogy igen, halogatsz, maszatolsz, ráérsz, patópároskodsz, na akkor gyerünk, betaszítalak a gödör mélyére, hogy nézd meg, hogy milyen a valódi probléma. És amikor ott vagyunk, annyira ki akarunk menekülni belőle, hogy ott már általában ki tudunk menekülni belőle. Legvégső soron nagyon jó eredménnyel, hiszen érkezik a segítség, érkezik a felmentősereg, úgyhogy ne izguljatok a toronylap miatt, igen, hosszat, bonyodalmat, nyűgöt, macerát, akár egy vitát is, de mindenre azonnal kínál majd szép megoldási kulcsokat. Csak élni kell vele. Nos, elmondtam mindent, amit szerettem volna. Bátran csatlakozzatok a csatornatagságomhoz, aki szeretne jönni személyes konzultációra. Nyáron Hajdúszoboszlón is elér, csak alkalmanként leszek Budapesten. Online konzultációkat viszont folyamatosan tartok. A lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Tegyétek meg, hogy nyomtok egy lájkot, ha tetszett a videóm.